Sikeresen indult el az idei tanév az új, átalakított technikumi rendszerrel. Gál János, a Tolna megyei szakképzési centrum Apácai Csere János technikum és kollégium igazgatója azt mondta, már a jelentkezési határidő előtt érezhető volt, hogy jelentősen megnőtt az érdeklődés a szakképzés iránt, és ez főleg a szerkezeti átalakításnak köszönhető, amire már nagy szükség volt. A technikumi rendszernek a lényege az, hogy a beiratkozott diákok 5 éves képzési idő alatt szereznek érettségi bizonyítványt, és az érettségi bizonyítványjal együtt szakképesítést is, és, sőt, a tetejére az érettségi bizonyítvány emelszintű érettségét jelent a szakmai végzettség tekintetéből. A diákok a duális képzés keretein belül külső cégeknél végzik a szakmai gyakorlatot, ahol nem csak tapasztalatot és tudást szerezhetnek, de tanulói szerződéssel már egy jó fizetésre is szertehetnek. Ezen kívül már kezdetektől, vagyis 9. évfolyamtól ösztöndíjban részesítik a diákokat, aminek mértéke a tanulmányi eredménytől függ. Ebben a Dombóvári iskolában öt különböző szakképzés folyik, az informatikai tanrend egy teljesen új, innovatív módszer nyomán alakult át. Egy egyedi együttműködés kapcsán a Budapest Kool iskolával indítjuk, az ő szakmai módszertani anyagokat veszük át a szexuális szakképzési centrum kapcsolata révén jutottunk ehhez a lehetőséghez. A centrum is és a Budapest is alkalmasnak tartotta az iskolánkat arra, hogy ez a képzését nálunk indulhasson. Egész Magyarország területén csak két technikumban engedték indítani a képzést, amiből az egyik a Dombóváról lévő Tolna megyei szakképzési centrum, Apácai Csere János technikum és kollégiuma.